Sziasztok, Adri vagyok, ez itt ismételten a hírműsor. A mai adásban szó lesz arról, hogy dugódíjat vezet be az állam, a zalaegerszegiek változtattak a vizsgáztatási szabályokon, illetve egy 601-es trabiról. Tartsatok bele! Később 2025-től indul a dugódíj Magyarországon. A rendszer hasonlatos lesz az angliaihoz, ugyanis két sávra lesz osztva, lesz egy, ami teljes Budapest területére szól, ez évi 5000 forintos matricát fog magába foglalni, illetve ki fognak jelölni egy belső területet a városban, amire külön díjszabás is születik majd, ennek a részleteit csak később fogják nyilvánosságra hozni, addig is a részleteket a cikkünkben megtalálod. Zalaegerszegen változások történnek az autóvizsgáztatás terén. Magyarországon minden eddiginél népszerűbb jelen pillanatban a külföldi autók behozatala, ezért a műszaki vizsgáztatás és a regisztrációs adó intézése egy kicsit bonyolultabb, mint az előző években. Ennek megoldásaképpen azt a rendszert vezették be Zalaegerszegen, hogy a kijelölt szervizek fix időpontokat kapnak a külföldről behozott autók vizsgáztatására. Pofon egyszerű megoldással állt elő a Ford a kulcs nélkül indítható és nyitható autók lopásának megoldására, ami pedig egy szundíztatható kulcs. Az egész rendszer úgy működik, hogy 40 másodperc mozdulatlanság után a kulcs nem továbbítja azokat az egyedi jeleket, amitől az autó elindulna vagy nyitható lenne, ugyanis ezt a jelet le tudják másolni a tolvajok, azt, hogy milyen módon teszik ezt, a cikkben megtalálod, illetve, hogy mi lett a végleges megoldás a kulcsban, ezt is el tudod olvasni a cikkben. Brit tudósok megállapították, viccet félretéve, Angliában a GoCompare cég lefolytatott egy vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy kik követik el a legtöbb gyors hajtást. Az eredmény pedig az, hogy politikusok, illetve marketing igazgatók és meglepő módon rádióriporterek, tehát azok a fajta emberek, akik folyamatosan nagyon sietnek. Egyébként kiderült a felmérésből az is, hogy minden ötödik brit politikusnak van már gyorshajtási bírsága. Kíváncsi lennék, hogy az itthoniaknak mennyi van. A nemrég felbukkant, roppant kevés kilométeres 1002-es Lada után most aukciós kalapács alá került egy 601-es Trabant is, amely 10 éve állt ponyva alatt a tulajdonos garázsában, és végül több mint 2,5 millió forintért kelt el. A bődületes 25 lóerős erőgép egyébként 1,7 millió forintért került kalapács alá, de ez az ár nagyon hamar felszökött. Ez lett volna mára a hírműsor, pénteken Imelda vár benneteket, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!